Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hír Hét adását látják. Nézzük a mai nap legfontosabb híreit röviden, egy-egy mondatban. Történeti minősítést kapott Tokaj-hegyalja 27 települése. Sárospatak 2012-es évi költségvetéséről tárgyalt Sárospatak pénzügyi és gazdasági bizottsága a pénteki önkormányzati ülés előtt. Az idén március 12-ig kötelező az adatszolgáltatás azoknak a mezőgazdasági vállalkozóknak, akik részt vesznek az Európai Unió földalapú támogatásában. Történeti táj lett 27 település Tokaj-hegyalján. Ez védettség alapot ad arra, hogy hegyaljára is vonatkozzon a világörökségi törvény. Erre a nemzeti szintű védelemre minden világörökségi helyszín esetében szükség van a lehetséges fejlesztések miatt. Ennek kapcsán végre itt, Tokaj-hegyalján is elindulhat egy új fejlesztés politikai irányvonal, mondta el híradónknak dr. Hörcsik Rihárd, a térség országgyűlési képviselője. Sátoraljaújhely a 27 település egyike. Szamosvölgyi Péter, a város polgármestere, a döntés előnyeiről is beszélt. Megkapta a nemzeti védettséget és Tokaj-hegyalja, azzal, hogy 27 települést történeti tájjá nyilvánítottak. Takács András, a Tokaj-hegyaljai programiroda vezetője elmondta, hogy a történeti táj védettség biztosítja azt a nemzeti szintű védelmet Tokaj-hegyaljának, amely szükséges a világörökségi térség védelméhez kapcsolódóan a térségi fejlesztéspolitika kialakításához. Ehhez még hozzáfűzte, hogy a térség Tokaj-hegyaljai kultúrtájként kapta a világörökségi címet, amely azt jelenti, hogy itt gazdaságilag is sikeres, jövedelemtermelő és munkahelyteremtő módon kell működni. Hörcsik Rihárd, a térség országgyűlési képviselője ezt megerősítette. A világörökségi törvény az UNESCO által egy védettséget ad a világörökségi részekre. Azonban ehhez kell a nemzeti védettség is, és éppen a kultúrtájá minősítése, ez a miniszteri rendelet, ez éppen a nemzeti védelmet szolgálja. Tehát ez a korábban elfogadott világörökségi törvénynek az egyik ilyen következménye, hiszen ha ez nincs meg, akkor nem lehet tovább lépni. A következő lépés ugyanis a világörökség védelmére vonatkozó szabályok lefektetése. Ha már korábban védett táj lett volna, kultúrtáj, Tokaj-hegyalja, akkor nem kellett volna azt a mizériát végigcsinálni a Szerencsi hőerőművel kapcsolatban. Megsporultunk volna egy csomó vitát, csomó pénzt, mert azt nem kétli senki, hogy ilyen erőműre nincs szükség. Ugyanis a történeti tájjá nyilvánítás célja a történelmi borvidék, mint kultúrtáj épített örökségének védelme. Egyelőre kérdéses az, hogy a szabályozás milyen területekre fog kiterjedni. Itt szó sincs arról, hogy nem lehet ipari létesítményeket létrehozni, lásd a sátoraljaújhelyi iparban, továbbra is lehet harmonizált, tehát a fenntartható fejlődés a kultúrtájhoz harmonizált ipari beruházásokat létrehozni. Csak hát szabályozni kell, és ez nem jelenti azt, hogy nem jöhet az ipar, nem lehet tájgazdálkodással foglalkozni. Érdeklődéssel várom és figyelem azt, hogy a világörökségi tervtanácsnak milyen feladatköre lesz, milyen státusza lesz és milyen jogosítványai lesznek. Hiszen amellett, hogy nagyon örül mindenki, aki megismerkedik ezzel a lehetőséggel, hogy a jövőnek is megtartunk egy fantasztikus földrajzi részt Magyarországról. Ugyanakkor fölmerül többször az a kérdés, hogy nem eljut vissza valamilyen szinten, nem skanzeniálódik ez az egész vidék, azáltal, hogy beszabályozottá válik az építési engedélyek kontrollja éppen a világörökségi tervtanács részéről. Én abban bízom, hogy nem, ez nem így lesz. Ők inkább konzultatív szerepet fognak játszani, és nem egy újabb szakhatóságként működnek közre, hanem inkább tanácsadó szervezetként. Természetesen az olyan települések számára, mint Sátoraljaújhely, számos előnyt is jelent a történeti tájjá nyilvánítás. Előnyét az adja meg, hogy most már törvény próbálja beszabályozni a világörökség lehetőségeit, és nem csak törvény szól róla, hanem forrás is rendelkezésre áll majd a következő évtől. Előre csak a működésre, később pedig konkrétan és célzottan pályázni lehet majd, és csak a világörökséghez tartozó településeknek. Hogy mire lehet pályázni, hogy milyen irányban mozdulhat el munkahelyteremtés, fejlesztés, idegenforgalom és mezőgazdaság kapcsán maga ez a borvidék, az pedig közösen a világörökségi iroda és az itt lévő polgármesterek, az itt lévő borászok és az itt lévő emberek fogják meghatározni. Ezzel elindulhat az a fejlesztéspolitikai irányvonal, amely összehangolja a munkaerőpiacot, az ipart, a turizmust és a közös értékeket a térségben.
Önkormányzati ülés lesz pénteken Sárospatakon a 2012-es költségvetéssel kapcsolatban. Ezért ez volt természetesen a fő téma a Sárospataki Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén is. Hajdú Imre hírműsorunkat arról tájékoztatta, hogy a város költségvetését jelentősen befolyásolhatja a 2013-as január 1-től várható közigazgatási átalakítás, hiszen több intézmény is állami kézbe kerülhet a tervek szerint. Az elnök azt is elmondta, hogy a Vai Miklós szakképzőiskola fenntartására szándéknyilatkozatot nyújtott be a református egyházközség. Már második fordulóban tárgyalta a város 2012-es költségvetését a Sárospataki Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Az elnök azt is elmondta, milyen javaslatokat kaptak. Megkértük a képviselőtestületi tagokat, a civil szervezeteket, illetve a külsős bizottsági tagokat is, hogy további kiadáscsökkentést, esetleg bevételnövelést eredményező javaslataikat tegyék meg a bizottság, illetve a képviselőtestület számára. Nos, ezek megérkeztek, és körülbelül 10-12 olyan javaslatot, kiadáscsökkentést sikerült még a költségvetésben elérni, amelyek körülbelül 10 millió forintnyi megtakarítást eredményezhetnek az önkormányzat számára. A bizottság elnöke szerint jó esély van arra, hogy tartsák majd a hiánycélt. Bízunk abban, hogy ezekkel az intézkedésekkel együtt sikerül majd tartanunk a hozzávetőlegesen 300 millió forintnyi hiánycélt. Sajnos, hogy nem beszélhetünk arról, ami ugye tavaly is célunk volt, hogy nullás költségvetést készítsünk. Ehhez járul majd hozzá, hogy több jelenlegi városi fenntartású intézmény átkerül a közigazgatási átalakítás keretében az államhoz. Keringenek a városban a plegykák iskola átvételről, mi igaz ebből? Nagy keletje van az a Sárospataki Oktatási Intézményeknek. Tudnélik abban a tekintetben és abban az értelemben, hogy fenntartók jelentkeznek, hogy ők szívesen átveszik. Ugye volt a József Attila utcai óvoda tavalyi évben, illetve az Árvai József Gyakorló Általános Iskola, amit a görögkatolikus, illetve a római katolikus egyház vett át. Idén a Vai Miklós szakképzőiskolára jelentette be igényét a református egyházkerület. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja majd a pénteki testületi ülésen, hogy a polgármester kezdjen tárgyalásba a református egyházkerülettel. 2012. február 13-ától március 12-én éjfélig kell eleget tenniük adatszolgáltatási kötelezettségüknek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap programban résztvevő gazdálkodóknak. A mezőgazdasági vállalkozók kizárólag elektronikus úton tehetnek eleget kötelezettségüknek a földalapú támogatások folyósítása érdekében. Egy hónap áll az agrárgazdálkodók rendelkezésére, hogy eleget tegyenek monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed minden ENVA és EHA keret terhére támogatási határozattal rendelkező ügyfélre. Azon ügyfeleknek van 2012 évben adatszolgáltatási kötelezettsége, akik 2011. december 31-én hatályos támogatási határozattal rendelkeztek. A Magyar Agrárkamara értesíti azon gazdálkodókat, akik az ENVA és az EHA támogatási program keretében vettek igénybe támogatást. Monitoring adatszolgáltatási kötelezettségük van. A monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget 2012. február 13-ától március 12-e éjfélig adhatják be. Az adatszolgáltatási kötelezettség csak elektronikus úton teljesíthető ügyfélkapus azonosítással. Monitoring adatszolgáltatási kötelezettségek a 2012. évben jelentősen csökkentek, illetve egyszerűsödött az elektronikus felület. Erdőkörnyezetvédelmi támogatást erdőszerkezet átalakítási programban résztvevőknek nem kell az éven monitoring adatszolgáltatást teljesíteniük. Az elektronikus felület egyszerűbb lett az elmúlt évekhez képest. Így például egy agrárkörnyezetgazdálkodási programban résztvevő gazdálkodónak 4 adatot kell megadnia. Nyilatkozni kell a gazdaság teljes területéről, a bérelt területekről, illetve az előző NVT-AKG-ban mennyi területtel rendelkezett a földhasználó. Monitoring adatszolgáltatás nem teljesítése egy minimális szankciót von maga után, ezért kérjük a gazdálkodókat, hogy mindenki a megadott időpontban teljesítse a megadott feltételek szerint az adatszolgáltatást. A Magyar Agrárkamara a monitoring adatszolgáltatás teljesítésében is segítséget nyújt a gazdálkodóknak.
És most nézzük, mit láthatnak a továbbiakban. Mederkotrás előtt a sárospataki büdös árok, melyet pályázati pénzből valósít meg az önkormányzat. Nagyszabású farsangi ünnepséget tartott a Sátoraljaújhelyi Petőfi Általános Iskola. Télőzés és tavaszfáró program a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Sárospatakon található az úgynevezett büdös árok, amely hosszú évek óta gondot okoz a környéken élőknek. Többek között a környező szántóföldekről lefolyt vizet gyűjti össze az árok. Ez mára annyira eliszaposodott, hogy szinte elviselhetetlenül kellemetlen szagot áraszt időnként. Most a Start Minta program keretében mederkotrást hajtanak végre az árok teljes nyomvonalán. Régóta okozott már gondot Sárospatakon az úgynevezett büdös árok. A Mandulás utcánál található területen kezdett munkába a kommunális szervezet. Az Utak Hidak csoportvezetője elmondta, hogy milyen gondok is voltak a büdös árokkal. A büdös árok állapotáról azt kell tudni, hogy egy darabig maga a meder az meglévő, de rendkívül eliszapolódott. Az alsó szakaszán pedig már el is tűnt a meder, itt a víz a szétterül a területeken, és nem megoldott a szabályozott vízelvezetés. Ez itt milyen problémákat okozott? A szántóföldeken okozott nagyobb problémákat, ugye mocsarasodást és a víz nem megfelelő útjának haladását. Most azonban a Start Minta közmunkaprogram keretében napokon belül elkezdik a mederkotrást, ezért tűzik ki az új medret. Most ugye a Start Minta program keretein belül a Belvíz 1-es programban pályáztunk a büdös ároknak a kotrására. Jelen pillanat ennek az árok szakasznak a kitűzése folyik, és napokon belül el fogjuk tudni kezdeni a kotrását ennek a szakasznak. Az új típusú közfoglalkoztatásban a város több pontján is dolgoznak majd. Külterületen Kisbálványos felé az egyik ároknak a tisztítása, takarítása már elkezdődött. Itt a közmunkások a cserjeírtás, cserjebozótírtással foglalkoznak, és utána a géppel a tuskózás fog történni. Itt ebben a Belvíz 1-es programban még el tudom mondani, hogy a Sutapatak fürdő felüli részénél, ahol burkolt meder van, ott ugye a burkolatoknak a helyreállítása, illetve a habánároknak a burkolat helyreállítása szerepel. A büdös árok kotrását várhatóan hétfőn kezdi el a kommunális szervezet. Farsangi ünnepséget tartott a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Általános Iskola. A rendezvényre az alsó tagozatos osztályok szép műsorral készültek. Ebben az iskola szellemiségének megfelelően a német hagyományok is helyet kaptak a gyermekek tolmácsolásában. Farsang Farkán, azaz húshagyó kedden tartotta meg farsangi ünnepségét a Petőfi Sándor Általános Iskola. Ez a rendezvény most az alsó tagozatosok számára lett megtartva. Hagyományosan az alsó tagozatból minden osztály felkészül egy kis műsorral, amit az osztályfőnökök, illetve a német nemzetiségi tanítóink tanítanak be. Ezek a kis műsorok a farsanggal kapcsolatos kis verseket, dalokat, táncokat tartalmazzák. A farsangi ünnepségbe bekapcsolódtak a diákok szülei is. Elkészítették a gyerekek jelmezeit, a szülői munkaközösségek biztosították a jó hangulathoz szükséges finomságokat, de emellett az anyukák és az apukák jelen is voltak a rendezvényen. A gyerekek számára, és szerintem a szülők számára is nagyon fontos, mert a közösséget ez nagyon össze tudja fogni. A közös programok szervezése az szerintem minden évszakban nagyon fontos, és a gyerekek nagyon lázasan készülnek erre a napra. Hetek óta azon gondolkodnak a gyerekek, hogy mik legyenek, mi az, ami a legjobban jellemző rájuk. Én is a kisfiammal már hetek óta készültem a jelmezkészítéssel. Ilyenkor a szülők szoktak süteményt készíteni.
A Petőfi Tagintézmény rendezvényén megjelent és szó esett a legjellemzőbb német farsangi hagyományokról. Az egyik ilyen hagyomány a csütörtöki naphoz kötődik, melyet német nyelvterületen piszkos csütörtöknek vagy asszonyfarsangnak neveznek. A nők, asszonyok öltöznek be ilyenkor, és a férfiakat kizárják a mulatozásból, és itt pikáns történeteket mesélnek, és férfiaknak öltöznek be, és ezzel vigadoznak, illetve ezen a napon zsíros tésztákat is készítenek, ilyenkor készülnek el a farsangi fánk, ilyenkor készül el, és a egyéb zsíros ételek, ilyenkor disznólést is szoktak csinálni. Ebben az oktatási intézményben sem maradhatott el a gyerekek jelmezes felvonulása. Én egy boszorkánynak öltöztem, anyukám segített a jelmez kitalálásában, és hát én mindig is oda voltam az ilyen farsangért, a jelmezekért, meg nagyon szeretek beöltözni dolgoknak. A jelmezes felvonulás mellett a diákok közös játékban is részt vettek. A nagyszünetet kihasználva az udvaron télűző tavaszváró programot tartottak a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Ennek keretében verseket mondtak a fiatalok, közösen énekeltek, illetve meggyújtották a kiszebábot, hogy ezzel is a rossz téli gondolatokat elhesegessék és előzzék a telet. A farsangi időszak vége egyben a tél végét is jelenti, és a tavasz kezdetét. A Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában ehhez kapcsolódva szerveztek programot. Haj ki kiszi kiszőve a másik határba, gyere be és ódor a mi kis kamránkba. Kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget, haj ki kiszi haj. Ég a kis szalángalék, vödör füstje felszáll, tavaszali kék az ég, meleg a napsugár. Mire füstje feloszlik, a hideg köt szétfoszlik, egész kitavaszlik. Húzzak hogy is a napot, kapol egy rossz kalapot, amellé még mattagot, azzal húzod a napot. Egy népi mondókákból és csúfoló versekből egy kis összeállítás, farsangi összeállítást. Minden éven így szoktattuk búcsúzni a telet egy rövid műsorral és a kiszebáb elégetésével. Három kosár pirsáma, olyat szóltál, mint egy balga. A leányok hát a görbe, sokat aludtak gödörbe. Mit ad ez a gyerekeknek? Mennyire értik, hogy miről van szó? Pontosan persze, az ilyen kisgyerekek még nem tudják, nem látják, hát hiszen a farsang témakör az hatalmas különböző országokban, de akár Magyarországon is, de azt mindenképpen tudják, hogy a tél végét jelképezi, a rossz előzését, tehát azért a szimbólumokból is sok mindent megértenek ők. Elégettük a kiszabávot. És ezt miért kell elégetni? Hogy elmenjen a tél. És szerinted így akkor jó idő lesz innentől kezdve? Igen. Hogy segítette az időjárás javulásában a rákóczi sok télűzése, nem tudhatjuk. Minden esetre napközben plusz fokokat lehet mérni a kellemes napsütésben. És most nézzük főbb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. Történeti minősítés kapott Tokajhegyalja 27 települése. Sárospatak 2012-es évi költségvetéséről tárgyalt Sárospatak pénzügyi és gazdasági bizottsága a pénteki önkormányzati ülés előtt. Az idén március 12-ig kötelező az adatszolgáltatás azoknak a mezőgazdasági vállalkozóknak, akik részt vesznek az Európai Unió földalapú támogatásában. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hír Hét adását látták. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor számítunk figyelmükre. Nézzenek bennünket akkor is, viszontlátásra!